Itt vagyok Bácsalmás központjában, egy ősparkban, amelynek a szépségét növeli a rajta keresztül futó kígyós patak. Ezen a területen nemrég kialakítottak egy tanösvényt, amely a nagy fakopáncs nevet kapta, utalva a parkra jellemző madárra. Ez remek fotótéma lesz. A skorútyák családot a 17. században telepítették át a mai felvidékről, szlovák területről délvidékre, és a Bácsalmása tulajdonképpen egy ága jött ennek a családnak, és ő indította ezt a műhelyt 1879-ben. Azóta 4 generáció dolgozott itt egészen 2014-ig. És van egy örökös, aki Skorútyák János. Tulajdonképpen a termelésben nem vesz részt, de szívén viseli a műhely sorsát, így 2015-ben egy átfogó felújítást követően egy látogatóbarát múzeummá és működő műhelyé tettük tulajdonképpen. Dolgozunk szinte napi szinten, és kékfestő anyagokat, terméket állítunk elő, de hogyha látogató, akár család, vagy egy személy, vagy csoport előre bejelentkezik, vagy bejön, akkor végigmutatjuk a műhelyt tárlatvezetéssel, és igény esetén akár ki is próbálhatják a mintázást, erre van többször is példa. Tipikus szórrány gyülekezet a Bácsalmási Református Missziói Egyházközség. 1922-től találunk írott nyomát annak, hogy először Bajáról, meg később Kiskunhalasról pásztorolták. És 1938-ban kezdődött a templomépítés, 39-ben fejeződött be, és ekkor szentelték a templomot. Azóta pedig nagyobb felújítás nem történt, a gyülekezet kisebb felújításokat elvégzett. Vidékfejlesztési támogatásra nyújtottunk be pályázatot, pályázatunk sikeres volt. Az építéshez, pontosabban a felújításhoz néhány alapvető dolgot el tudunk végezni, mint ahogy talán látszik a képeken, egy utólagos falszigetelést, aztán homlokzati javításokat, de legfőképpen a tetőszerkezetnek és a héjazatnak a cseréjét. A régi palafedést majd új cseréfedés fogja felváltani. Ezen kívül energetikai része is volt a pályázatnak, azt is szeretnénk megvalósítani, napelemekkel megtámogatni az energiaigényünket, és hőszivattyús fűtéssel pedig biztosítani a templom melegét. We'll be right back.